Ez a táska, az a táska? De hasonlít. Hát ez egy olyan, de az barna volt. Hát de hasonlít. Kék korszakomat. És mi van a barna táskával? Otthon van a szekrényben. És elraktad emlékbe, néha előveszed, nosztalgikusan nem. Ránézel, nem? Nekem ez a táska dolog nem volt fontos. Noha kritikusok százszor megírták, hogy ez az én kvázi védjegyem. Hát én nem tudom, egy táska, hogy lehet védjegy, de jó. Ez azért lett ilyen, hogy mondjam, ismert, mert ugye tévéműsorokat készítettem, és mindig így mentem be a színpadra, hogy nyitva volt. Na de ennek az volt az oka, hogy bementem, volt egy íróasztal, oda letettem mellé, és mindig voltak benne dolgok, ami a műsorban kellett. És én tudtam, hogy ott vannak, és akkor hát ha most be van csukva, ugye, akkor ott ez a matatás, ez nem lett volna szerencsés. És akkor hát ez így volt. És aztán az is van, hogy ez egy elég jó szerkezetű táska, két ilyen cipzáros zseb van benne. Tehát ha véletlenül utcán nyitva viszem, nagy baj akkor sincs, mert ami fontos, az a cipzár alatt van. És akkor egyébként leszögezném. De mi van benne úgy általában? Mert így úgy ránézésre olyan lehet, mint csónakos zsebe, amiben minden volt. Ebben is minden van, de hát röviden el tudom mondani neked, ugye korszerű élethez szükséges hitelkártyák, igazolványok megtöltik az egyik ilyen zsebet. Mert én magam is néha megdöbbenek, hogy hány ilyen van nálam. És nem tudom, ismerik-e azt az érzést, csüggett pillanatban, mikor úgy arra gondolok, hogy ki kéne menni a Margit hídra, oda, ahol úgy 45 fokban fordul egyet. Lenézni a Dunára, és ezt mind bedobni. És hátrahagyni a múltat, kvázi? Élni tovább anélkül, hogy lenne mobiltelefon, azt dobnám be először. Szóval, na, most van persze egy mobiltelefon, és én egyre tenetesen korszerűtlen ember vagyok, mert nem a mobiltelefonban vannak a programjaim, hanem egy ilyen kis... Ez egyébként egy nagyon édes darab, mert ez a kis herceget ábrázolja, és akkor hát ez nekem jól esik. Aztán vannak benne, amiket éppen írok, azokról jegyzetek, meg ez az pont amaz. Ezt akartam kérdezni, biztos vannak, de ezek mondatok, vagy ötletek? Nem. Hát benne vagy egy regénybe, és valami eszedbe jut, akkor nekem az az elméletem, hogy ami jó, azt úgyse felejtem el. Ami meg rossz, azt el lehet. Nem, hanem van sok ilyen mellékes tevékenységem. Például a Nőklapja nevű orgánumban néha írok publicisztikákat. És ha jövök, megyek, és abból egy eszembe jut, akkor felírom, de úgy, hogy élő ember, abból ez én vagyok? Nem tudom, mi ez, de... De nem jó nagyon. Hát, de ha hal minket a... Így, de biztos jó. Cseréljük mikrofont akkor, jó? Úgyis tiéd a főszerep, inkább én susogjak itt ilyen rejtélyesen. Nézzük meg, hogy most mi lesz. Na most mi lesz? Minden rendben van, látod? Csak mikrofont kellett cserélnünk. Vagy játszunk beat zenészt, egyes. Nem tudom, tudják-e, de van egy olyan nyelv Afrikában,
amikben van egy ilyen, ha ez egy hang, ez egy betű, vagy kiejtve hang, hogy... És akit érdekel, az a Paul Simon Afrika lemezén énekelnek feketék, és ezt mondják. Na, zárójel bezárva, hát ilyesmik vannak. Így, jó, örülök neki, és azért tetted oda a táskát, hogy ne üljünk le a székre? Igen. Jó, lehet, tudod, és akkor itt most áldogálni fogunk. Legalább nektek jutott ülőhely. Szerintem ez úgy van, hogy aki színpadon áll, az álljon. Ugye azt nem szokták mondani, hogy XY gyakran színpadon ül, igen. Csak azt, hogy színpadon áll. És én szeretem is, mert én jobban látom akkor a közönséget. Itt nem, mert itt az úgynevezett Gegenlicht, az elvakít, és félek, hogyha ide előre megyek, akkor gerjed a mikrofon. De nem. 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 Viszont mégis visszahátrálok ide, mert itten valamiféle tévéfelvétel zajlik, és ez a sáv van bevilágítva. Úgyhogy maradok a szőnyegen. Hoztunk könyveket is, amiket, ha minden igaz, akkor dedikálsz majd a beszélgetésünk után, de hadd kezdjem azzal, hogy te jogász létedre miért akartál, vagy miért lettél végül író? Hát ez egy nagyon édes kérdés, de sajnos nem ez az igazság. Tehát én mindig író voltam, már gyerekkoromban is, és ezt ne viccnek tekintsd. Mikor olyan kicsi voltam, hogy így még nem tudtam írni, akkor a fejemben történeteket találtam ki. Ez nem lett volna nagy baj, ha nem akarom minden felnőttnek elmondani. De én nem kíméltem őket, és mutatom, mit csináltam, mert főleg férfiaknak akartam mondani. Akkor még nem tudtam, hogy a nők olvasnak. Ezt csináltam így alulról. És akkor az, mi van? Most azt szeretném elmesélni, és akkor mondtam neki. Fölnéztél és mondtad. És ő meg úgy érezte, hogy most ötödször is elmondja? De ez volt a korrektúra, tehát kénytelen voltam ezt így. Na és akkor telt múlt az idő, megtanultam írni. Igaz, hogy talán az tetszene önöknek, ha elmondanám, hogy én írásból megbuktam, ami egy igazán pikáns adat. Nem gömbölyítetted az út eléggé, vagy hogy lehet írásból? Hát ez úgy volt, hogy én egyedül megtanultam olvasni és írni, melyik évben? 1956-ban. Mert ugye szénszünet volt, és otthon. És akkor kezdődött az iskola, 57, vagy január végén, vagy inkább február elején, erre nem emlékszem. Papírhiány volt, szénhiány volt, de hát fáztunk, de az kisebb baj az írásban. Hanem újságot kellett bevinni, történetesen Szabad Népnek hívták ezt az újságot, és így, ahogy ekkora volt a Szabad Nép, kicsit kisebb volt, mint a Népszabadság. De hát és Népszabadság sincs már. Mi van most mondjuk? Magyar Nemzet, az van. Hát, az van. Jó, tehát a Magyar Nemzetnél kicsit kisebb volt. És akkor cérnával így át kellett varni, hogy egy füzet legyen belőle. És ott rá kellett írni a szövegre, de ilyen nagyba. Emlékszem először kettest így ilyen rá kellett írni. Ilyen piros kék postaironnal, és nem? Akkor, hát, arra nem emlékszem. És akkor így nekem kellett egy meg. Farok neki, hogy hattyú legyen a kettes. Na. Én dacosan azóta is így írom a kettest. Na, de aki tud olvasni, annak nagyon nehéz a szövegre ráírni már. Mert úgy, és akkor megbuktatott a tanerő, úgy hívták Aranka néni. De hogy lehet? Na mindegy. Hát, és hogy a... rondán írtam a betűket, és az volt a fontos. És akkor Aranka néni év végén kiosztotta a bizonyítványt, fölütöttem, és ott volt egy kettes. Természetesen Aranka néni így írta. És akkor azt ott néztem. Megbízható volt Aranka néni. Én a bukásra számítottam, néztem, oda jött egy pupos nénit, képzelje el ekkorát. És én meg voltam ekkora. És oda jött a padhoz. Emlékszem, a padban volt egy ilyen luk, az volt a tintatartó, és oda kellett mártogatni, és az is baj volt, hogy én meg otthon ceruzával, vagy golyostól, és mindig úgy lepacáztam. Szóval ezek voltak a... Oda jött, és azt mondta, rikácsoló hangon, ezt nem fog most utánozni, úgyis gerjed a mikrofon. Azt mondta, hogy ez itt nem egy kettes, édesfiam, ez Aranka néni jó indulata. Így. Csak nem fért volna ki, hogy kiírja, ezért aztán a kettest választott. Na, és aztán jöttek a gimnázium, előbb általános iskola, gimnázium. Én mindenütt lapot csináltam, mint egy idióta. Az általánosban nem volt lap, de akkor összefogtam Vida János nevű iskolatárssal, valahogy kijártuk az igazgatónő, stencilezett
újság volt, az lett a neve nagyon fantáziadúsan, hogy Kisdobos. Na, de már aztán akkor... abból lett rendes újság is, emlékszem. Hát azért nem. Még elő is fizettem, vagy nem tudom én, az egy másik, az igen. Másik. És akkor, hát ott folyton írtam mindenfélét. Én ugye ez a Vida, kúpfejnek becéztük, ebből ugye el lehet képzelni, hogy nézett ki. És a Vida írt verseket. Számomra nagyon impresszív módon. Az első versenek az a cím, amire én így emlékszem, az a cím, hogy A bolygó. És prózavers volt, tehát nem voltak rímek, csak olyan ritmus. És arról szólt, hogy megy a bolygó az ég setétjében, mert a Viduska úgy képzelte, hogy ott mindig sötét van. Megy, és teljesen egyedül van, és még saját fénye sincs. És utolsó sort most elszavalom szépen, útja vége, majd a pusztulás lesz. Pont. Hát mondom, hát ez gyönyörű. Meghajtom fejemet. És akkor gondoltam, hogy egy iskolába egy költő elég, akkor én prózaíró leszek. Hát ez így történt. Na de hát lehettél volna mondjuk beatzenész is, hiszen megtanultál gitározni, téged is elkapott hát ez a Beatlemania. Kicsit később volt. Igen, igen. De közben még volt egy kis futó sportkarrierem, de azt nyugodtan átugorhatjuk. Csak azért érdekes, öttusáztam, míg le nem dobott a ló, mindegy. De azért érdekes, mert volt egy edzőtábor a Földvári Mólón. A Földvári Móló akkor, már nagyon rég nem jártam ott, egy ilyen ronda drótkerítéssel félbe volt választva. Egyik felén ott korzóztak a nyaralók, másik felén egyik edzőtábor a másik után. És ott voltam, és az edzőt Lemhényinek hívták, és az azt találta ki, hogy reggel fölébredtünk. Ez az olimpiai bajnok Lemhényi Dezső volt? Nek a testvére. A testvére. Lemhényi Zoltán. A Lemhényi Dezső olimpiai bajnok ez időt egy Párizsban volt a francia vízilabda válogatott edzője. Ez a Dezső meg, vagy Zoltán, ez meg Zoltán Bá, így kellett. Kinek mi jutott? Igen, ez itt volt úszóedző. És azt találta ki, hogy mi sátrakban töltöttük az éjszakát, ilyen katonai sátrakban. Fölébredtünk, akkor kis reggeli torna, hát sportolók vagyunk, majd futva be kellett menni Földvár közepére, ahol volt egy teívó. És rajtunk kívül 500 másik ember, aki ott akarta inni a kakaót, meg a kiflit. És akkor ott azt megvettük, és pont a teívó fölött volt egy ilyen több emeletes valami vállalati üdülő, és az egyik ablak nyitva volt, és megszólalt egy Beatles szám. És én úgy éreztem, hogy ne, she loves you, yeah, yeah, yeah. Igen. És én úgy éreztem magam, ez az. 63-64 körül vagyunk ez akkor. 63 pontos. Igen. Ezt kell csinálni. She loves you, ugyan én angolul egy szót se tudtam, tehát ez meglepheti önöket, de én 30-as éveimben kezdtem angolul tanulni, addig a francia nyelv műveletében. Hát mondom, és akkor gyorsan szereztem egy gitárt, nem nagyon értettem az angol szövegeket, de ez akkor nem volt akadály. Tehát máig is emlékszem, hogy Gid bin a gar gaz gait énekeltem én. Ez az It's been a hard, day's night. Igen. Azt se tudtam egyébként, hogy mi. De az nem volt fontos. Ilyen volt. De azt tudtad, hogy az egy Ringo Starr mondás volt? Nem. Képzeld el, az úgy történt, hogy én is elmesélek egy ilyen rövid történetet, hogy a Beatles üldögélt valahonnan jöttek, tudom én, Burnley-ből egy koncertről, és mondta Ringo hátul elterülve, hogy hát ez egy nehéz nap éjszakája volt. Mondta, és állj, mondták de a zsenik a kocsi másik részében, is született belőle egy dal. Ezt a történetet én ismerem, de én úgy tudom, az Elcserélt fejek című könyvből azt olvastam, hogy elkezdték a filmforgatást, és akkor történt ez, és akkor erre a rendező azt mondta, jó, akkor ez lesz a címe. És a Lennon meg 5 órával később jött, hogy és ez a szám. Szóval nem, hát így. Nem vacakoltak ezek. Nem. Viszonylag gyorsan alkották a világslágereket. Szóval, de nem csak most még egy kicsit a muzsikánál maradva, hogy zenét szereztél is, meg írtál szöveget is. Meg volt zenekarod, de akiben van ilyenfajta zenész hajlam, az egyszer csak úgy leteszi a gitárt, és azt mondja, hogy mostan... Na hát nem. Ha valakit ez érdekel, hát azért akkor... kérdezem, hogy hát, ha, ugye? Jó. Fél nóta címmel egy regényben megírtam, de a lényeg mégiscsak az, hogy én játszottam egy igazi rockzenekarban, úgy hívták König zenekar, de nem azért, mert nagy királyok voltunk, hanem a doboknál König Lajos, aki szakács volt a Szondi utcai sörözőben. És amikor nem volt nagy forgalom, akkor az üstök hátán és
habverőkkel ott gyakorolt. És ő volt az egyetlen, aki jó volt ebben a zenekarban. A többiek borzasztóak voltak. Talán engem is belőle. Nem lehet, hogy ő lett később a multimilliómos jazzdobos? Nem. A Hungáriában? Nem, de az lett. Is valami ilyesmi volt. Nem, ő volt. Hát lehet, de nem. Azokat ő. Ismertem. Nem. És akkor, hát én kiszálltam ebből a zenekarról, mert úgy éreztem, hogy nagyon rossz zenekar. És akkor történt az, hogy egy protest song zenekart, nem is mondom, hogy alakítottam, mert alakult. Tehát valaki felhozott hozzánk egy nálam 5 évvel idősebbet, most képzeld el, én voltam 14 és fél, vagy 15, és felhozta a Berki Tamás nevű embert, aki 5-tel idősebb volt. Hát az bácsi volt akkor neked szinte. Hát nem, de egy virágzóan szép férfi, és felhozott magával egy nagyon jó nőt. Na. Én nem tartottam itt. És akkor oda leült, és mondta, egyébként hát most mit kerülgessük, Haraszti Miklósnak hívták azt, aki felhozta a Berki Tamást, aki később politikus lett, de akkor még költő volt. És mondta, hogy hát ez a gyerek is gitározik, meg te is, és akkor mi lenne, ha ti így együtt? És ott ült a Berki, a gitárja is olyan impresszív volt, egy ilyen nagyon furcintos jazz gitár, nekem meg volt a ládagyári kis gitárom. És akkor, ja, előtte a Haraszti mondta, hogy hát ilyen számokat kéne, és föltette először is a Bob Dylan néhány legfontosabb szerzeményét, és volt egy Pete Seeger, szerintem nem ismerik, de ilyen folk énekes, nagyon sok száma volt, a híres száma We Shall Overcome, meg mit tudom én. És akkor jó, hát ez kell. Éppen folyt a vietnámi háború, és ugye a Bob Dylan ezt a Hova tűntek a katonák, ahogy magyarra folytották, ezt a vietnámi háború kapcsán írta, hol vannak a mi derék honfitársaink. És akkor jó, hát ezen nem újjék. És akkor én írtam 5 számot, de így egy nagy lendülettel, szöveg, zene. Nem szeretném őket felidézni, de mind pedig arról mint szólt. Pedig mint egy Lennon McCartney, gyorsan. És arról szólt, na hát én egy személybe voltam. És egyébként én sokáig azt hittem, hogy a Lennon McCartney az egy ember. Lennon a keresztneve. Na, igen, hát a Pajer S. nagynál is volt ilyen, hogy az S. nagy az a Pajernak. Azokkal nem foglalkozni. Igen. Lényeg az, hogy eljátszottam az 5 számomat ott a Berkinek, meg a jó nőnek. Uh-huh. És a Berki nagyon muzikális volt akkor, noha éppen földmérő szakra járt elsőbe a Műszaki Egyetemre. És mindjárt másodjára belegitározott, és attól úgy, szóval, hogy ezt nem csak azt tudja, aki csinált ilyet, hogy zenélni, az nem annyira jó, mint együtt zenélni. Tehát ha van egy másik, rögtönzött egy szólamot, és olyan hangja volt, mint a rohamágyú. Tehát tényleg ezzel operába felléphetett volna. De közben földmérőnek készült. És akkor azt mondta, jó, akkor mi legyünk egy zenekar, így ketten. Mondtam, jó. Akkor ez nem volt olyan ritkaság, tehát volt a Paul Simon and Art Garfunkel. Hát azoknál még csak az angyal hangú, az még csak nem is gitározott, igen, csak ott állt. Mellette, igen. És a Simon. Igen. És hát én annyira imádtam őket, ezt el sem tudom mondani, tehát őket próbáltuk majmolni. Persze nem sikerült, mert mi nem tudtunk úgy gitározni. Nem volt meg a Sound of Silence nektek se. Hát a nagyobb baj, hogy a Scarborough Fair az én kedvenc. Azt annyira szeretem, hogy lefordítottam magyarra, de most ez nem fontos. És a akkor, diploma hát, előtt című film, a diploma előtt című film egyik betétdala. Hát igen. És akkor hát kezdtünk így ketten. És akkor egyszer csak ugyanez a Haraszti hozta a Gergely Ági nevű lányt, aki a Kon Zsuzsával volt, Gézengúza, ki mit tudva, ezt mi mind nem tudtuk. Jött egy nagyon muzikális kislány, és akkor volt egy ilyen Peter, Paul and Mary nevű másik zenekar, híres számuk Paff a bűvös sárkány, ami nálunk gyerek dalként funkcionál, de engedjék meg, hogy eláruljam, hogy az a Paff, az a marihuánás cigaretta. Tehát ez egy szívás. Mint az Apádra ütök című szívásról. Ez kiderül egyébként. Hát ne, ezt igen. Én nem tudom, de ez egy szívásról szóló dal, ami itt valamiért, mint gyerek dal. És akkor ezeket utánoztuk, ezt megtanultuk. Ez. Az jó volt. Igen, ezeket megtanultuk, ezt az én 5 számomat, és jött a Berki, ő is írt másik 3-at, 4-et. Azok szerintem nem voltak olyan jók, de az ő hangja olyan jó volt, hogy én ma, mert ő egy híres jazzénekes lett egyébként, és én ma már nehezen hiszem el, hogy mi ketten együtt énekeltünk, és az esetek egy jelentős részében én énekeltem a szólót. Hogy lehet ez?
Mi nem mondta a Berki, hogy add ide, te írtad, de majd én el. De nem, a lelkes szemmel. És akkor mindenféléket nyertünk, tehát elindult egy olyan karrier, hogy utcán megismertek, és még mindig csak másodikos gimnazista voltam. És akkor a Haraszti, aki egy ellenálló volt, mindenféle ügyekbe keveredett, és akkor mi ránk is lesújtott a hatóság, dalokat betiltott, szövegeket átírt. Ez, én nagyon sokat szenvedtem emiatt, hogy mondjuk volt egy olyan versszak, ezt én írtam, ez a cigányokról szólt, és azt akartam ezzel kifejezni, hogy a cigányok itt a négerek kb. És akkor a cigány szó még nem volt ilyen tilalmas, mint ma. És akkor első verszak így hangzott, hogy falu végén vályog viskó, gazsi cigány ott lakott, Népszava és Népszabadság fedett minden ablakot, írtam én, és nagyon elégedett voltam. És akkor mentünk a rádióba. Érteni vélem a betiltók szándékát. Akkor mentünk a rádióba, ahol rögtön csak aztán. És a rádióba tényleg érdekes. Mindjárt rát is írták, és ez az lett helyette, hogy valójában vágóvizsga gazsi cigány ott lakott, üveg helyett újságpapír fedett minden ablakot. Na most ez ugyan szellemtelen, és nem tudom, hogy miért kéne ezt elénekelni, de... És rengeteg ilyen ért, akkor hát hirtelen kizártak a KISZ-ből nagy lendülettel. Az főleg azért egy érdekes adat az én életrajzomban, mert nagyon hamar aztán KISZ-díjat kaptam irodalmi pályafutásom, úgyhogy közben ebből ki voltam zárva. De hát ez nem számított. Tehát ez rehabilitáltak. Nem is tudták. A KISZ-díjat, van egy ember, aki rendszeresen szokott engem megtámadni, és nem fogom a nevét mondani, ez az én szerény bosszum, mert egy ilyen nagy hatalmú ember a magyar kultúrában, és a szóvá tette, hogy jó, hát üzé, hogy üldözték, de hát kis díjat kapott, tehát a rendszer nyalogatta a seggét. Nem mi válaszoltam, más kaphatott volna? Nem válaszoltam, de elmondom önöknek, a kis díjat csak 35 alatti író kaphatta, és mire én megkaptam, ezekből kifogytak. Tehát nem volt. És hát akkor... A Tánzla Fesztiválon is adtak, a Kommunista Ifjúsági Szövetség díját kapta. Azt nem tudom. Zsuzsa, a színeszter. Szóval mindegy, innen üzenem az ország dolgozó népének, hogy én kis díjat kaptam ugyan, de ki voltam onnét zárva, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az ember, ez vajon miből nem volt kizárva, de hagyjuk őt, meg ezt az egészet hagyjuk. És ez a sok fájdalom volt az egyik ok, hogy kiléptem a zenekarból. A másik ok, hogy 18 évesen elfogadták első írásomat az Újírásba. Az százszor izgalmasabb volt, mint hogy kis vidéki színpadokon a magunk szintjén. Ugye a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt hangerősítés. Mert nem tudtunk rockzenekarra alakulni, mert kellettek volna erősítők. Meg majdnem minden korai rockzenekar úgy tudott létrejönni, hogy valaki járt a műegyetemre, méghozzá villamosmérnöki karra. Például Bródi János, kedves barátom. Igen. És akkor ott barkácsolták ezeket. Én hát hozzá se tudtam szólni, pénz se volt. Csak oda mentünk egy színpadra, volt egy mikrofon, ilyen kődinamikusnak hívták, de így volt a mikrofonálvány. És akkor hárman úgy odabújtunk, aki a szólót énekelte a középre, és ott ordított, a másik kettő oldalt, és a gitárok alig fértek el, mert egyikünk se balkezes, ugye? Mint a Lennon McCartney-nál, igen. Két irányba. És akkor a gitárok meg nem voltak hangosítva, tehát nem lehetett ilyen kalmopirineket pengetni, hanem adj neki, meg különben a közönség. Noha ennél kisebb termek voltak azok, de... Hát és akkor ez a két dolog, és akkor egyszer bejelentettem a Tamásnak, hogy te Tamás, én kilépek. Azt mondta, te hülye. Hát én most mentem el énektanárhoz. Énekes akarok lenni. Hát mondom, te. Te leszel ezzel is? A hanggal, de én nem szeretnék. És egy éjszakán át sétálgattunk, a mai, matán nem úgy hívják, van volna egy ilyen ott a Tália mellett, akkor volt, hogy mikroszkóp színpad. Most is annak, ja, most ott is? Van, mert nincs nem már tudom. Mikroszkóp színpad. Nem tudom, de nincs már. Valami kis színpad ott van. Na és mi ott egy előadás sorozatba felléptünk, heti háromszor. És onnan kijöttünk, én meglaktam Bajcsi Zsilinszky köz 2, második emelet 4, és ott a gitártokokkal föl alá sétáltunk a Bajcsi Zsilinszky közések között, mint egy 5-6-szor, és próbált rávenni, hogy de pedig, de így. És mondtam, te ne haragudj, de nem szeretnék. Hát én nekem nincs olyan adottságom, mint neked. Én nem lehet ennyi mindent, én író szeretnék lenni. És akkor megsértődött, és egy-két évig mosolyszünet volt, de aztán kibékítettem. Viszont az első regényedet, az például azt ilyen munkahelyi élmények ihlették. Mert ugye még azt is próbáltad.
Hát az úgy volt, hogy én novellista voltam. Meg voltam róla győződve, hogy csak egy idióta ír regényt. Itt vagyunk a 20. században, nem érünk rá, senki nem fog ilyen Buddenbrook-házakat olvasni, rajtam kívül. Mert én egyébként ezeket a vastag könyveket, voltak a híres vastag könyvek, most szerintem az emberek többsége azt se tudja, hogy mi az. Mondok néhányat, főleg franciák voltak ezek. Volt egy Jean-Christophe nevű, ilyen vastag, Beethovenről mintázva úgy körülbelül. Akkor volt a Thibault család, majdnem ilyen vastag. Ezek mind Nobel-díjas regények voltak a 20. század elején. És így tovább. Akkor ugye jön a Thomas Mann Buddenbrook ház, hát akkor az eltűnt idő, a Galsworthy Forsyth szága, hát az eltűnt idő, az nem is, az egy regény folyam. Na de akkor ezt valamiért. Na és viszont én úgy gondoltam, hogy jó, ez megvan. Most akkor gyerünk. Ekkora kis történet, amit a villamoson el lehet ülni, ez dögölj. De az idősebb írók, akik közébe kerültem így 19 évesen, mind mondták, regény, regény. Gondoltam, ezek hülyék. Kik voltak azok a hülyék? Az Örkény? Hát, igen. Most mondom idézőjelben. Hogy ne menjünk messzire. Örkény igen. István, Déri Tibor, főleg Mándi Iván, aki igen. nagyon szeretett engem. Akkor egy Lengyel József nevű, ő egy ilyen, hát ő a magyar szó Zsenyicin, hogy igen. így mondjam röviden. Egy kicsi mérges öreg úr című kis könyve van, ami sokkal jobb, mint a Szózsényi cím, de ez most mindegy. És ő annyira szeretett, hogy írt rólam nyilvánosan is egy nagy dicshimnuszt, meg most a lánya közzétette a Facebookon a naptárját. Volt egy ilyen orosz elő, hát ilyen határidőnapló lehetett, vagy mi. Én csak azt a csíkot, tehát hogy a tetejére minden nap odaírt valamit. És egyikbe odaírta, hogy Vámos Miklós első kötetét elolvastam, ez nagyon jó író lesz, írta ő. Na. És akkor, de én nem ezt gyerünk. Akkor nem tudtam. Most, ez ma, nagyon szép történet. Ma tudom. Mindegy. Szóval a lényeg az, még a Lengyel is adott tanácsokat, és ő is, hogy regény, regény. És akkor a szocializmus arról volt híres, hogyha valaki kicsit is író volt, akkor eltartották. Nem jól, de rosszul. Egyrészt voltak ezek a színekúrák, tehát lehettél szerkesztő az Európa kiadóban, vagy annyi irodalmi lap volt, bárhol lehettél, prózarovat vezető, olvasó szerkesztő, ez meg az, meg az. Na most én ezt mind nem csináltam, mert jártam a jogi kar, először egy évig nyomdász voltam, mert nem vettek fel a bölcsészkarra az említett balhék miatt, így politise. Hát mindegy, akkor nyomdász voltam, utána jelentkeztem a jogi karra, és azt ott végezgettem. Tehát még nem tartottam ott, hogy nekem bármi munka kéne, és egyébként is úgy éreztet, én író vagyok, minek nekem valami. És milyenek voltak akkor ezek az írók veled? Borzasztó kedvesek. Igen? Tehát ez úgy kezdődött, hogy az de újírás... De azért, mert azt gondolták, hogy mire ez utolér minket addigra? Vagy egyszerűen hát csak ez akkor nem így volt. Uh-huh. Tehát volt az országban összesen 30 prózaíró. Slussz. De milyenek? De azok mind ismerték egymást, találkozgattak, újírásbaráti kör minden hónapban egyszer, a mai New York, akkori Hungária kávéházban. És hogy jártál a Hungáriában hozzájuk? Hát az oda meghívta. Tehát ott volt fölött az összes irodalmi szerkesztőség. Igen, de az újírás baráti körében meghívással érkezhettél, és én mint az újírás egyik házi szerzője. Tehát ez egy havilap, ugye? Évi 12. Én akkor, amikor ugye 69-ben jelentem meg először, és 69, 70, 71, olyan 5-6 évig minden évben 4-szer megjelentem az újírásban. Tudod, az milyen sztárolás? Tehát 12-ből 4, minden harmadik számban ott volt valami. Néha ócska novellám, ma már azt mondom. De valamiért szerkesztőség szeretett, és akkor volt, mikor elkezdtem, volt egy párthatározat, hogy fiatal író több már nem kell, mert már van elég. Ez komoly. Ez egy párthatározat volt. Most igés, ne tovább a fiatal elmondom, írók. Kik voltak a fiatal írók, na, ekkor, csak prózáról beszélünk. Simonfi András, 35. Akkor volt egy, akinek most a Marosi Gyula, 33, és Császár István, 42. Ez a három volt a fiatal író. Ők már nem kaphattak volna. Ja, de ez egy kicsit olyan, mint amikor vannak emberek, akik azt mondják, hát nem kell könyvet vennem, hát van otthon már 4. Tehát ez ugyanez a szemlélet. És én valahogy áttörtem ezen a hártyán, vagy hosszú és édes történet, de most nem adnám ezt elő. És úgy akkor hogy... ezek az öregek kíváncsian néztek, mert ráadásul én valahogy nem, tehát én nekem nem volt gyerekszobám, ezt szerintem mindenki érti. Ezért az újírás baráti körén először, mivel nyár volt,
ugye márciusban jelentem meg, és mondjuk júliusra hívtak meg. És oda mentem egy kis rövid nadrágba, és amit mi úgy hívtunk, hogy váltrikó. Most azt hiszem izompólónak hívják, hogy... de lehet, hogy az nem az, nem tudom. Mindegy, tehát de tudják így, amit régebben az urak az ing alatt hordtak. Abban ott megjelentem, és így néztem. És nézték, ki ez a hülye gyerek itt? Ráadásul a Karinti Cini, ugye az a Ferenc, az rögtön elkezdett öcsizni. Ennek az a története, hogy az anyámat ismerte a háború előttről ilyen vízipóló ügyekbe. Anyám öcsizett, ez meghallotta, kész, végem volt. Én lettem az öcsi. És akkor ezek mind úgy nézték, hogy ez mit akar és mit csinál, egyáltalán mit ír. És akkor a lapba olvasták, némelyiknek tetszett, de én nagyon akartam velük kapcsolatba kerülni, mert na, és akkor mondjuk a Déri Tiborhoz odaültem, mindjárt ezen az elsőn vérvörös arccal, és azt mondtam, hogy Déri Tibor, elvtárs, bácsi, néni, kérem, én azt szeretném kérdezni, és ráadásul, ha zavarba vagyok, ordítok. Onnan lehet, hogy normálisan én halkan beszélek. De akkor viszonylag hangosan zengett az egész kávéhez, és mondom, én azt hallottam, hogy ön egy 56-os hősnek tetszik lenni, és börtönbe is tetszett zárva lenni, és én erről szeretnék tudni, mert senki nem mondott erről nekem semmit. És akkor a Déri, aki egy rutinos ember volt, így jobbra nézett, balra nézett, tudta, hogy mikrofonok vannak, nekem eszembe se jutott. És azt mondta, biztos elkezdek mesélni. Gyere föl hozzám, öcsi. Mondom, mikor? Mondta, 2 hét múlva kedden délután 4-kor. Jó. És akkor én nem tudtam, hogy a tömegközlekedéssel meddig tart ez az ő rózsadombi villája. És akkor mentem, már fél órát ott sétáltam előtte, mindegy, bementem. És ez egy olyan ház volt, hogy tényleg olyan kis palotácskának nézett ki. Tehát ezek a budai nagyon elegáns villák, amiknek ilyen nevük volt, hogy a Schwarz villa, meg a nem tudom. Egy olyan volt, és egy ilyen murvás ösvény volt, tehát minden lépés így... És már az is idegesített, az a saját lépteim. Egyszer csak szembe jött egy parasztasszony, de egy igazi, tehát az a sok szoknyás, fejkendős és egy olyan kosárral, abban egy sarlóval, el nem tudtam képzelni. Hát az a cselédlány volt, aki ment a kertbe, hogy levágja a paprikát, vagy mit tudom, nem tudom, van-e paprika abban a hónapban. Ugye júliusban vagyunk, valamit levágni. Akkor még volt, maradjunk ebben. Mert a szocialista paprika mindig van. Így. Ma pedig biztos perui. Hát nem tudom. És akkor ott mentem, és azt mondja, hát maga mit keres itt? Mondom, hát a Déri úr meghívott engem. Hát az ki van zárva, az minden délután alszik. Hát mondom, de pedig meghívott. Hát akkor menjen. És ő ment arra, a növényzet felé, én megmentem tovább. És volt egy ajtó, ami úgy nézett ki, van ez az olasz függöny, biztos ismerik, hogy ilyen színes műanyag csíkok, és azon finoman lengedezett. Azon így átléptem, egy így itt maradt rögtön, megállított, és ott állt bent Dériné, ezt csak így lehet mondani, de nyilván értik. És oda nézett, és azt mondta, mi tetszik? Mondom, hát meghívott a Déri úr, és én jöttem, tényleg? Tényleg. És akkor őt valamit, ez egy konyhába érkeztem, ahol valami konyhai műveletet végzett ott a pultnál, és így hátrafele elkiabálta magát, és azt kiáltotta. Tibuska! Látogatód jött. Hosszú szünet. Még hangosabban. És akkor kiszólt, ki az? Erre nekem. Maga kicsoda. Mondom neki, ilyen zavartam, Vámos Miklós. Erre hátra kiabál. Valami Mákos. Erre Déri. Beigli? És akkor az úr színe. Egy hosszú barátság kezdete. Tulajdonképp igen. Oda járultam, kicsit mesélt 56-ról, nagyon érdekes volt. Nem mertem jegyzetelni, de megjegyeztem. És így, és ezek nagyon... És akkor az volt a divat, hogyha valakinek oda mentél, hát novellista voltam, mint említettem, vittem a kis 5-6 gépelt oldalamat, akkor kivette a kezemből, elolvasta, anélkül, hogy kérdezett volna bármit, elővettek egy ceruzát, és kezdték kihúzgatni a rossz jelzőket, nem tudom, és azt tanácsolták, én nem tudtam, hogy ez a Kosztolányi tanácsa, de hát ők mind a nyugaton nőttek fel, hogy az első oldalt az ember tépje ketté, és az jó lesz az úgy. Az esetek többségében ez igaz, és én aztán továbbfejlesztettem az utolsót is össze, érdemes tépni, meg a középsőt is. És ami marad az... Az ideális novella? Tehát tépkedéssel kezdődik az ideális novella. Hát igen.
Mi alapján itt azt látom, hogy te bármikor, bármibe belekezdtél, könyv, novella, film, mindig valahogy, tehát semmi nem következett az előzőből. Tehát mindig valami egészen új ötlettel álltál elő, amivel nyilván magadat is szórakoztattad, és meg is akartad lepni az olvasóidat. De alapvetően mégis van egy sok szempontból azonos szál, ez a történelem, 20. század, Magyarország, honnan jöttünk, stb. Stb. És nyilván az is, hogy azért könyveket írtál a családodról. Igaz. Igen. És anya csak egy van, apák könyve, hogy mennyire tud az ember ilyenkor őszinte lenni, és miért ír valaki a családjáról könyvet, valamint túl akar-e esni, tehát hogy valamit ki akar írni magából, vagy úgy érzi, hogy tartozik ezzel mondjuk valakiknek, akikhez nagyon kötődik? Szóval miért van ez a családvonzalom? Hát úgy fogalmaztad a kérdést, hogy miért ír valaki, azt nem tudom. Tehát én azt tudom, hogy én. És amikor azt szokták ezt mondani, és az írók, mit tudom én? Én csak magamról tudok nyilatkozni. De én nálam ez úgy megy, hogy nagyon régi vágású vagyok, régi módi, és én gondolatokból indulok ki. Tehát van egy gondolatom. Mondjuk mondok egy példát. Talán néhányan olvasták az Anya csak egy van, hogy ez most álszerénység, de azt azért sokan olvasták. Nem biztos, hogy ebbe a terembe, de sokan olvasták. És ezt nem tudom magamban. És jó sok kiadása is van. Igen. Hát hiszed-e vagy sem, 35. Na de. Most ez egy dicsekvés, ez már ez a 35 is, de az, ami most jön, az még nagyobb dicsekvés, hogy ma jelent meg a Los Angeles Literary Review-ban az első fejezete. Természetesen angolul, mert azok nem tudnak, hogy... Na, ezt csak el akartam mondani, mert ez ma délután derült ki, és még olyan friss, hogy aki szembe jön, annak elmondom. Tehát a... Bocsánat. Nagyon nagy jellemi erő, hogy a taxisofőrnek nem mondtam. De még visszafelé elmondhatod. Még le. Még hosszú annak. De most ennyi embernek elmondtam, legyen ez elég. Na és visszatérek az Anya csak egyben. Nekem az a gondolatom volt 19 éves koromban, hogy van nekem egy anyám, aki ugye mániás depressziós, kegyetlen, mondjuk, hogy kibírhatatlan, hisztérikus, kiszámíthatatlan, de, és ez egy nagyon fontos, de ha épp nem engem érint, akkor elég humoros. És elgondolkoztam, a szocializmus éppen ilyen, legalábbis az a fajta, ami akkor volt, ez az 56 utáni kissé ázott kutyaszagú, már úgy lazuló. Gondoltam, nagyszerű, akkor írok egy regényt anyámról, és majd az olvasóval összejátszunk, valahogy sejtettem, hogy ez a szocializmusról szól. Ez nagyszerű gondolat volt, már a katonaságban elkezdtem, egy spirál füzetbe. Arra nem számítottam, hogy az elhárítás lefényképez minden oldalt, majd egy napon át vallat, és kérdéseket tesz föl, amikre nem tudok válaszolni. Mert én úgy írok, hogy abban persze, hogy leírtam, elfelejtem. Nem lehet mindent itt tartani, mert meghűlünk. És akkor föltettek kérdéseket az általam írt jelenetekre, és nagyon gyanús voltam, mert nem tudtam, hogy az mi van. Ravasz ez a gyerekhez, nem könnyű. Igen, például azt kérdezték, ez nem a regénnyel kapcsolatos, de talán érdemes elmondani. Mi az, hogy egy kis malac, töf, töf, töf? Na és úgy képzeljék el ezt, hogy katonai elhárítás, szűk iroda, én egy íróasztal előtt ültem, ők ketten váltották egymást mögötte, és ez a régi módi barnára mázolt olvasólámpa így ide volt fordítva a pofámba. Ettől aztán izzadtam. Aztán beszéltem nyomozóval, az azért van, hogy minden rezdülést lássanak, tehát hogy lássák, hogy hazudok, vagy nem. Hát mondtam, nem, mi az egy kis, az valami népdal, mondtam én. Nem, nem. Nagy nehezen később kiderült, hogy én a közös zuhanyozóban meséltem volna valami viccet, amiben szerepelt ez, hogy egy kis malac, töf, töf, töf. Na most én nem csak, hogy arra nem emlékszem, hogy ezt mikor meséltem, hanem arra se, és akkor sem emlékeztem, hogy meséltem-e. Pedig a létező szocializmus egy absztrakt leírása. Hát voltak ottan ilyen, tehát később kiderült, hogy mindenféle katonatársakat megbíztak, hogy engem figyeljen, köpjön be. Hát szóval, mit tudom én. Volt ettől neked üldözési mániád? Nem, már nem is tudtam róla, később derült ki. Üldözési mániám nem volt, de úgy nem éreztem jól magam. Hát attól az ember nem volt. Na, és akkor visszatérek. Írtam ezt az anyaregényt,
Megjegyzem, hogy a Gorki egyszer ugyanezt a viccet elsütötte, és ő anyának nevezte, de ő a Szovjetuniót próbálta dicsérni, én meg ezt a rendszert próbáltam szídni. De nem értem valahogy végére, meg ez nagyon megviselt, hogy ott ezek ott lefényképezték. Mondottam, titkos kiadás lesz. Úgyhogy hagytam a francba. Na, tehát az élet. És a szocializmusnak egyszer csak annyi lett. Sajnálatos módon anyámnak is. Körülbelül együtt dőltek ki a sorból, anyám kicsit hamarabb. És akkor még mindig ott volt, hogy hát ez valamit azért azzal kezdeni kéne. Már csak az ötlettel lehetett, mert hát ez, hogy anyámról valamit. Meg volt mindig ez a cím, hogy anya csak egy van. Csak sose szerettem, mert ez olyan vicces. Én meg egy komoly regényt akartam írni. Hát akkor most mi legyen, ha szocializmus nincs? És a gondolata következő volt. Kell írni egy regényt, amiben van egy mániás, depressziós, idős, kibírhatatlan nő, akiről a társadalom minden tagja azt hiszi, hogy ő egy idióta. És van egy viszonylag jó szituált fia, aki egy ilyen rádiós humorista, megjegyzem, Nagybandó Andrást és Székely nevű színész gyúrtam össze, de ez csak egy ilyen műhely adat, mert már az a könyvben nem érződik. Akit a társadalom nagyon elismer, időnként díjakat kap, sikere van, és az az idióta. És az anya sokkal bátrabb, sokkal jobban mer élni, mer szerelmes lenni, stb. Na, ez egy gondolat. Na, akkor most mi legyen? És hát kézenfekvő volt, akkor nem is volt, hogy anyám, csak ezt akartam megírni, egy idős nő, meg a fia. És akkor rájöttem, mi lenne, hogyha egy olyasmi figura lenne, mint anyám, egy kicsit, és akkor hát ki, azt már mondtam, hogy a fia ki. És akkor ezen elkezdtem ügyködni, és lett egy regény. Na most ott ábrázolt Piroska nevű asszony, anyámat Erzsébetnek hívták. Ott olvasható, hogy mi a kinézete, mik a kedvenc szavai, meg a nem tudom. Ebből néhány anyámból van lopva, de a többséget barátnőitől innen, onnan, amonnan, és sok mindent csak úgy kitaláltam. Tehát valahogy ez így történik. De visszanézve, mindig úgy érzem, hogyha írok egy könyvet, azzal valamilyen adósságot törlesztek. Ezzel például anyámnak azt törlesztem, hogy őt nem tudtam szeretni. Hát nagyon nehéz volt őt szeretni, de erről nem akarnék beszélni. Most volt anyák napja, anya csak egy van, ez olvasható. Vagy akkor ez megvolt. És ott múlt az idő, és akkor úgy éreztem, hogy apámról, akit imádtam, de szóba se állt velem, és volt pofája meghalni, amikor alig voltam 19 éves. Hát akkor róla is kéne írni. De róla aztán végképp semmit se tudtam, nem volt egy beszédes szándékkal. Hát borzalmas élet volt, de most ezt adjuk. És akkor elkezdtem lemenni Pécsre, a pécsi család összegyűjteni archívumból ezt-azt, néhány élő tanú, és akkor megállapítottam, hogy hát ebből nem lehet regényt írni. Hát akkor mi legyen? Akkor gondoltam, hogy kellene írni egy regényt, ami az összes magyar apa. Nem kis vállalás. Először úgy gondoltam, hogy a Plutarkosz párhuzamos életrajzok ötletet lopom el. De aztán a csillagképek győztek. Nem, hát az azért nem volt jó, mert ugye ott 50 római, 50 görög, és az a poén, hogy próbálja bizonygatni, hogy ugye a görögök hírneve sokkal nagyobb, a rómaiak se rosszak. Itt nem volt efféle. De hármat megírtam belőle, és az egyik a Moldova György nevű nemrég elhunyt kollega volt. Megoldottam, hogy lesznek híresek, hirtelenek, stb. És akkor kezdtem unni. Na most, ha én kicsit unom, akkor az olvasó nagyon. Úgyhogy ezt félbehagytam a francba, és akkor hogy lehet ezt? Hát legyenek a 12 csillagkép, és onnan már csak egy ugrás volt, hogy akkor ezek egymásnak a... Tehát apa-fiú, így, és kész. De ez is egy gondolat akart lenni, és a gondolat tulajdonképpen a regény legelső fejezetében van, hogy van egy család, akit 300 éven át állandóan üldöznek, mert ők zsidók, miközben az első egy talált gyerek, azt se lehet tudni, hogy kicsoda. És ez ugye így van. És akkor ebből lett ez. Ő csak azért zsidó, mert csak. Igen. Hát mi mind azért vagyunk zsidók, mert csak. És tovább megyek, a helyzet rosszabb. Ennek nem fognak örülni. Én se örömmel mondom. De ez egy tény. Ugye a magyarok elindultak onnan a kazárok mellől, Szibériából, Oka, Káma folyó, ezt mind tanulták a történelemben. Hát már aki tanulta, de ez mégiscsak így van. És a kazárok voltak a legerősebbek, legnagyobb, nyomták őket erre. Tehát az, hogy mi, mint hódító nép erre jöttünk, az enyhe túlzás. Erre löktek a mögöttünk lévő erősebbek.
És akkor ahogy jöttek a magyarok, például sokszor kazároknak nevezték magukat, hogy féljenek a kisebb népek. Aztán hunoknak is. Ennyi az igazság a magyar hun rokonságból, meg a hasonló hangzás. És ugye egy középkori kódexben könnyű ezeket összekeverni. Na, ahogy jöttek az előttük lévő népeket, akkor ez volt a divat. Tehát jöttek erre, legeltettek, ott már volt egy nép. Megtámadták, ha legyőzték, akkor a férfiakat rabláncra fűzték, és maguk előtt tolták. Tehát körülbelül úgy, ahogy most sajnálatos módon az orosz-ukrán háborúban van ez a zsoldos hadsereg, amelyik börtönből kieresztett emberek, de azokat tolják, halljanak meg azok, ne a derék oroszok gondolják. Most ugyanez volt, de hát akkor azért, hogy is mondjam, ez egy másik évszám volt, még másképp gondolkodtak. Na most a férfiakkal ez lett, a nőket megerőszakolták, és vagy elvették feleségül, és hozták. Na most, mire ideértek onnan, eltelt egy olyan 300-500 év. El lehet gondolni, hogy ez a sok fajkeveredés, mert ugye az, hogyha egy gepida nőt, egy magyar megerőszakol és születik egy, akkor milyen gyerek lesz az, gepida, magyar, mapida, vagy mi? Na most mire ideértek? Körülbelül be lehet látni, hogy gyakorlatilag magyar már nem volt. Mert hát ennyi év alatt az eredetiek már úgy meghaltak. És akkor akik itt diadalittasan, jaj, honfoglalás, frászt, ide benyomtak más népek, és már nem lehetett tovább menni, meg körbe, ugye kereszténység, páncélos hadseregek. Na most akik ma azt mondják, hogy magyarok vagyunk, azok nem tudják, hogy mit beszélnek. És ezt egész komolyan mondom, ez nem vicc, ez így van. Igazán kedvesek. Látom önök gepidák. Parancsolj. Remélem gepida vér csörgedezik az ereikben. Szóval de neked nagyon, tehát több más könyved is volt, amelyik a rendszerváltásnak ilyen kulcskönyve lett, ebből az Engazének lett azt hiszem a legnagyobb klasszikus. De én például nagyon szerettem a Szitakötőt, amelyik ugye 8 fiatalról szól, itt a Ratkó korszak és a 60-as évek, stb. Hogy szerinted egy könyv miért lesz sikeresebb, mint a másik? Hát ez egy óriási. Ugyanazzal a tudással, ugyanazzal a hát nem. Verbalitással, stb. Írja az ember, hogy itt valami, tehát mitől lesz az egyik az lágerlisták élén, a másik meg azt mondod, hogy hát az nekem fontos, vagy én nagyon szeretem, de az nem durrant akkorát. Amit és ez kérdezel, bármilyen más íróra is igaz. Az azért érdekes, mert a író kollégák, akik nem olyan szerencsések, mint én, hogy finoman fogalmazzam ezt, azok azt gondolják, hogy én tudom, hogy mitől döglik a légy. Tehát kvázi én olyan könyveket tudok írni, hogy az önöknek tessék, elnézést a régies, feltételes módért. De én nem tudok olyat, és nem is akarok. És ha végignézel a magyar és a világirodalmon, azért látod, hogy az írók 70%-a azt csinálja, hogyha egy könyvvel így betalál, mint egy darttal, annak a kerek céltávának a közé, akkor attól kezdve csak olyanokat ír. Mert van egy know-how, az már bevált. Hogy a rockzenész is a színpadon mindig a legsikeresebb számait játsza. Kész. Na most én ezt unom. Tehát én azért írok, mert szeretek írni. De ha már írok, próbálok mindig újszerű szerkezetet, időkezelést, hősöket. Szóval engem ez izgat. Ez a tulajdonképpen, amit érezhet az Amundsen-szerű felfedező, meg az az ember, aki Afrikába elment, hogy egy felfedező társát megtalálja, és ültek a tűz körül a feketék, százan, és ott ült egy fehér ember. Erre odalépett, és azt mondta, Sir Livingstone, I presume, tehát föltételezem. Ez egy jó feltételezés volt. Na mindegy. Ráhibázott. Tehát én is olyan vagyok, hogy én felfedezni szeretek dolgokat az irodalomban. Így találtál ezért arra, hogy mondjuk Beethoven szimfóniák dallamkincse és ritmuskincse alapján írsz egy regényt? Pontosan. De a regénynek is van. De ennek a regénynek semmi köze egyébként amúgy a Beethovenhez, ha csak annyi nem, hogy az egy barátság története. Az egyik egy hangmérnök, aki szép lassan megsüketül ugye az 5. szimfónia táján. És akkor én hallgattam a Beethovent, és próbáltam azt, ez egy nagyon felelkesítő idea volt, amikor kitaláltam, de már megvolt a barátság története, és hozzá. Tulajdonképpen a Beethoven úgy jött hozzá, hogy
Én a 9-es számot nagyon szeretem. Ez egyébként a Beatlesből jön, tehát a Beatles kedvenc száma volt a 9. Van a Revolution 2, amivel egy szerencsétlen ember azt ismételgeti, hogy Take Number 9, Take Number 9. Igen, a fehér albumon. Igen, szóval nekem a 9-es az egy olyan fontos dolog, meg még a 111, ezt a kettőt szeretem. És akkor gondoltam, hogy legyen 9 év, mert olyan regényt, hogy 9 hónap már írtam, az volt a legelső regényem, ami a nyomdába játszódott, az 9 hónap története. Még egy 9 perceset is szeretnék egyszer, de most ez mindegy. És akkor innen jött, hogy 9, jaj, de jó, hát akkor Beethovennek épp 9 szimfóniája van, mi lenne, ha én úgy próbálnék írni, hogy mondjuk a kedvenc szimfóniám az a 6-os, aminek az az alcím, hogy rusztikus szimfónia, és egy faluban játszódik. Mondanom se kell, hogy a 6. fejezet ebben a könyvben egy faluban játszódik, mert ezt ugyan nem tudják általában, és nem is kell tudni, de nekem úgy jól esik. És ugye az első tétel az olyan kicsit ilyen tempó. Akkor én ilyen tempóban írtam. Amikor ilyen tempójú volt, akkor én is. Na most elárulom. Hát hallgattad a zenét, hát, és közben írtál. Az aktuális tétel, és ahány tétel van, mindig annyi kis alfejezet. Elárulom előre, hogy lehetetlen feladatot találtam ki magamnak, és nem is sikerült ez. Mert nem lehet zenét írni prózával. De legalább megpróbáltam. A regény egyébként ugye hát ettől függetlenül is áll a lábán. Az a cím, hogy legközelebb majd sikerül, de azt kevesen tudják, hogy ez egy Beethoven mondat. Akkor mondta ezt, ha a zenekar hamisan játszott. Soha nem ismételtetett. Az ellenfelei, rossz nyelvek azt mondták, azért, mert süket és úgyse hallja. De ez nem igaz. Hanem ő csak a nagy íveket akarta, azon kívül tárgyilagos, realista ember volt, és pontosan tudta, hogy ezek a zenekarok mindig hamisan fognak játszani. Mert ugye képzeljék el, milyen zenekar volt, tehát nem az állami hangverseny zenekar volt, hanem mit tudom, egy kastélyban volt egy koncert, akkor az a kastély ura szervezett egy ilyen saját zenészeiből, és ő maga beült az első hegedűbe. Hát mit lehetett itt várni? Ugye? Na mindegy. És akkor néha jobb volt, ha nem hallotta. Én ezen nagyon jól szórakoztam, főleg, hogy akkor Beethovenről elolvastam mindent. Ugye ez már egy kaland, és akkor ugye a 9. szimfónia az a leghíresebb. És annak kapcsán egy szemtanú megírta, hogy azt úgy adták elő, hogy abban annyi zenész kellett, hogy abban a Musikvereinben, ahol ezt előadták, ott nem fértek fel a színpadra. És voltak ilyen oldalsó járatok, ott is ültek zenészek. De azok nem látták a karmestert. Tehát volt a Beethoven, aki állt ugye önöknek háttal ott, itt csupa zenész, vezényelt, és akkor annak a zenésztársaságnak is volt egy alkarmestere, meg annak is, ezek figyelték a Beethovent, és próbáltak úgy lengetni. És a Beethovennek az volt a szokása, hogyha azt akarta, hogy halkan játszan a zenekar, akkor legugolt. Tehát egy pillanatra eltűnt a zenészek. És a segédkarmesternek. És azok, hát azért azt úgy hallották, igen, hogy játszik az első néhány. És akkor azok is halkabban. És ha azt akarta, hogy hangosan játszanak, akkor mint egy artista így ugrált páros lábbal, amitől döngött a színpad. Na de lódőig, igen. Hát ezt csinálta ő. Igen. Na, én ezt persze beleírtam a regénybe kélyesen, hát nekem ez úgy tetszett. Na, és én így működöm, és nekem mindig játszani kell. Érted? Tehát az írás nekem játék. Én nagyon sok kollégával készítettem interjút, és mindig megkérdeztem, hogy megy az írás. És az esetek többségében az volt, hogy hát borzasztó szenvedéses fizikai munka. És én sosem szóltam vissza, de magam mindig az, hogy mi nem csinálsz valami mást? Hát... Igen, hát ugye vannak írók, akik örülnek, ha egy-két oldalt per nap meg tudnak írni. Na, de annál többet nem is kell. Tehát az én penzumom, ha regényt írok, akkor az napi egy ilyen számítógépes oldal, az 2000 darab betű. Na de, ha minden nap írsz egy ilyet 365 nap alatt, akkor egy közepes regényt létrehoztál. Legalább egy első változatot, mert persze még átkerint. Tehát én nem így állok ehhez a kérdéshez, meg mondják, hogy vérrel kell írni. És én mindig úgy éreztem, hogy azt meg kell hagyni a vérszerződést kötő törzsfőnököknek. Mi meg próbáljunk képességgel, tudással, ügyességgel, és ami nagyon fontos még, én írásban, meg itt is most,
én a rögtönzésben hiszek. Én nem hiszem azt, hogy előre mindent úgy kőbe kell, és hagyni kell, hogy attól menjen, amire akar, vagy amerre akar. Aztán az átírásnál majd lehet ügyeskedni, de ez így jó, és hát most te kérdezel, de én szoktam ilyen esteket tartani, úgyhogy nem kérdez senki. És talán nem hiszik el, de amikor kilépek a színpadra, fogalmam sincs, hogy miről fogok beszélni. Hát azt tudom, hogy nem magamról fogok, te most eléggé így én rám is egy kicsit rágyógyultad, de én azt tudom, hogy az aktuális... Hát ha már vendég vagy, én az te hozott nálunk. Jó, de én az utolsó két könyvemről fogok beszélni főleg. Mert én magamat nem akarom eladni, magamat megtartani akarom. A könyveket szeretném, ha tudod, eredj könyv, légy osztályharcos, írta József Attila. Egyébként honnan tudod, hogy abból, ami eszedbe jut, abból novella lesz, kisregény lesz, vagy nagyregény lesz? Az közben alakul, vagy már az ember az elején tudja? Nem tudom, te Váci Mihály nevére emlékszel. Hogyne. Ez egy nagyon híres költő volt, tökéletes. Az az egy versét még ma is többen ismerik. Tökéletesen feledésbe merült szegényke. Igen. Na most egyszer eljött a Kölcsei gimnáziumba, oda jártam én, író-olvasó találkozóra. És akkor én még nagyon bajlódtam ilyen műfaji problémákkal, ugye a második B-ben, hogy most akkor honnan lehet azt tudni, hogy valami vers vagy próza, ha egyszer nincs rím. És ugye Rembót olvastam épp ezeket a végtelen sorait, most éreztem, hogy vers, de nem volt szabály. És akkor végén lehetett kérdezni, felálltam, és mondtam neki, hogy tessék mondani, honnan lehet tudni, hogy valami vers vagy próza. És elgondolkozott, ő egy ilyen nyírségi parasztcsalád sarja volt, nem volt nagyon, hogy mondjam, udvariasan. Tehát nem volt nagyon értelmiségi, de attól még lehet jó költő valaki. És így elgondolkozott, és a következőt felelte. Érzeni lehet azt. És ezt felelem neked. Van egy témád, akkor valahogy, meg hát azért az évszázados rutin azért csak számít. Tehát valahogy úgy tudom, hogy ez ebbe úgy befér. De olyan már volt, hogy neki láttam írni egy novellát, és lett belőle egy kisregény, és fordítva is. Tehát, de azért 95%-ra úgy szoktam tudni. És ahhoz, hogy megírjam az adott témát, ahhoz annyira bele kell szeretnem, ahogy az emberek szoktak egymásba. És amikor annyira beleszeretek, akkor már azt érzem, hogy ez egy nagy darab, nagy termetű, vagy egy kis filigrán. Írtál forgatókönyveket is. Igen. Méghozzá sikeres filmekét. A Csókagyút azt éppen most játssza, meg a Szambát a Magyar Mozi TV. Van egy ilyen új csatorna. Nem tudom, értesültél-e róla, a régi nem, magyar filmeket játszanak. Hát nem csak régi, magyar filmeket játszanak. És... Szamba, Csókanyú, Ámbár tanár úr, stb. Itt megjegyzem azért büszkén, hogy az Ámbár tanár úr ügyben mi egy stáblistán szerepelünk, mert annak még én voltam a sajtófőnöke. De erre persze Miklós nem emlékezhet. De elég, ha emlékezhetnék, de sajnos igen, nem. De elég, ha én emléksz. Ez most rosszul esett. Ótvaros, kihűlt szívvel fogok hazamenni. Szóval, hogy írsz, meg is a Gondolj rám című Kern András film, azt hiszem, addig ez volt a mostanáig az utolsó. Szóval, hogy hogyan írsz, ezek megrendelésre készülnek, vagy egyszer csak jön egy rendező, és azt mondja, hogy na abból a művedből szeretnék én filmet csinálni. Hát ugye, amikor a Sztálin meghalt, akkor a központi lap azt írta, hogy mély megrendeléssel tudatjuk. A nyomda ördöge. Bajok lettek. Igen, lettek bajok. Na most igen. Én csak mély megrendelésre írok, mert én kamaszkoromban hoztam egy döntést, de tényleg úgy képzeld el, hogy 19-20 éves koromban. A próza az az én hivatásom, misszióm, szenvedélyem. És azon belül semmiféle kompromisszumra nem vagyok hajlandó. Tehát engem nem lehet fölkérni, hogy írjam meg Bajcsi Zsinszky Endre életregényét, mert nem írom meg. Csak azt írom meg, ami itt bent van. Viszont hát hamar nősültem, el kellett tartani a családot, pénz kellett, és más területeken kerestem. Például ezt nem fogják elhinni, de a legfőbb bevételem ugye a jogi kar első két évében az volt, hogy volt egy rádió és televízió újság, egy ilyen központi, több millió példány. És az úgy operált, hogyha egy tévéfilmet vetítettek, adott héten, mindegy, hogy magyar vagy külföldi, akkor felkértek ilyen hülyéket, mint én, hogy írjanak egy ekkora cikket, hogy az miről szól, és miért érdemes megnézni. És nagyon sok pénzt fizettek ahhoz képest. És akkor én írtam egyiket a másik után, sokszor alá se írták a nevemet, annak örültem. És szóval ilyesmi. Na és ilyen alapon, mikor elvégeztem a jogi kart, akkor elmentem a Veszprémi TV
fesztiválra akkoriban volt, de elmondom önöknek, a Veszprémi TV-fesztivál főleg Balaton-Almádiban zajlott egy szállodában, és az emberek többsége be se autózott Veszprémbe, pedig 20 kilométer vagy ilyesmi. Én például soha. Meghívtak, mint írót, mert hát írtam TV-filmeket, és hát istennél strandoltam a szálloda kertjében, és a záró estén, amikor mindenféle díjakat adtak, akkor egyszer csak a lépcsőn elég kapatosan így leereszkedett egy ember, akit úgy hívtak, hogy Szabó B. István. És akkoriban az újírásban ügyködött. Úgy lejött, és így nyíl egyenese, azt túlzás. Szóval valahogy így cikcakba hozzám odajött, és azt mondta, szevasz Miklós, rég láttalak. Na, hát igen. Zárójel, én majdnem soha nem iszom, zárójel bezáró. És ahol ő az embereket látta, az meg olyan helyek voltak. Mi van veled? Hát mondom, épp diplomát szereztem. Tényleg? És melyik egyetemen? Állam és jogtudományi kar. Jaj, hát ez nagyszerű. Gyere be hozzám a jövő héten, és beszélgessünk állásokról. Jó, és elment ugyanígy. Kérdezem ott akiket is, ez kicsoda? Hát ez a Phil főigazgató. És az micsoda? Hát az nem itt, a film biznisznek a... Éppen csak azt nem mondták, hogy legfőbb cenzora, de ura és parancsolója. Jó, és hol van az irodája? Akkor már röhögtek. Az lehetetlen, hogy én ne tudjam. De a Batthyány Örökmécsesnél volt egy irodaház, biztos az irodaház most is ott van, de ott volt a filmfő igazgatóság. Az a Bátori utca. Igen, ötödik emelet. Igen, ott volt a vetítő is, ahol mindig megnézték a Kádárék a filmeket. Én ezt mind nem tudtam, és oda fölbaktattam, bementem, helyjel kínált, konyakkal kínált. Akkor a enyhe kis ilyen, nem tudom, jó modorból fogtam a konyakos borot, ide tettem, úgy csináltam, és mindent benne hagytam, és letettem. És akkor azt mondta, három ajánlatom van. Jó, egy, legyél a titkárom. Mondtam, köszönöm, nem. Kettő, legyél a filmszínház muzsika főszerkesztője, elégedetlenek vagyunk Hámori Ottóval, legyél. Mondtam, nem. Mi a harmadik? Alakul egy új filmstúdió, még neve sincs, a vezetője lesz Szabó István és Marx József. Ez, hogy Marx József, ez furán hangzott, de a első felét ismertem. Úgy néztem, és ezeknek nem ismert lesz... filmtörténész. Ezeknek nem lesz... Hát és reménykedjünk, hogy él, mert azt nem tudom. Már nem él, azt hiszem. Nem tudom. De mindegy. És ezek, ennek a stúdiónak nem lesz olyan kötelessége, hogy hány filmet kell... Egy évben, ez egy kísérleti stúdió lesz, annyit csinálnak, amit akarnak, és nem lesz cenzúra. Hm. És akkor egy kicsit közelebb hajoltam. Ez érdekel. Ezt kaphatom írásban? Akkor röhögött, és azt mondja, és ott mit kéne nekem csinálni? Kérdeztem én, azt mondja, legyél dramaturg. Nem árultam el, hogy nem tudom, mi az. Csak azt kérdeztem, hogy ez egy olyan kötött állás, tehát 8-tól. Azt mondta, nem, hát amikor kell. Jó. Akkor hát nézzük meg. És akkor mondta, föl fog hívni valamelyik, vagy a Szófista, vagy a Marx. Csöng a telefon, fölveszem, valaki azt mondja, mély hangon, Marx. Gondoltad elsődött a poént, hogy gyanítottam, hogy nem a Karl. Ja, igen. És akkor megbeszéltük, kávéház, és előadta, hogy kell egy dramaturg, és annak az a dolga, hogy forgatókönyveket rendeljen íróktól, vagy ha megvan, akkor kicsit javítgass, és ezek az ő szavai, irodalmi társalkodónő legyen a rendező és az író között. Hát mondom, jó, nő, úgyis mindig szerettem volna lenni. És akkor így oda kerültem. És attól kezdve, a többi stúdiótól is, mert akkor 4 volt, tehát ezen kívül még 3, ugye például a Nemes Kürti tanár úr az engem nagyon imádott, szerette, ahogy írok, és első dolga volt, hogy a szomszéd, tehát a folyosó túloldalán volt ő, és amikor ezen megbeszélésről kifordultam, így megakasztott, megfogta a kezemet, gyere be. És rögtön mondta, hogy írjak egy filmet a mit tudom én már kinek, Révész Gyurinak. Jó. Írtam is egy saját novellás könyvből, az a cím, hogy Hanyat homlok. Ez úgy megbukott, hogy a mozit bezárták és tatarozni kezdték. És ez nem vicc. Ez a Puskin mozi volt. Tényleg. 83 körül? Olyasmi, 83-84. Számokkal nem tudok szolgálni. Na, és akkor tehát mindig kérték. És a legviccesebb az a Csókanyú. Volt egy kis első novellám, az ott elsők között az egyik, az a cím, hogy Cédulák. Egy család
kis cetliken level ez a kredence, mert sose találkoznak, száz felé rohannak, és a kis cetlikből derül ki, hogy a mama történetesen elválik, a nagymama meghalt, a lány elköltözik, és ott azokon kész, ennyi a novella. És akkor egy Rózsa János nevű délceg filmrendező, aki ott volt az objektíve, különben remek rendezői kar volt, tehát például Huszárik Zoltán is ott volt, mindig mellette ültem, így remegett a keze, de ő képzőművésznek tanult, és fantasztikus lovakat rajzolt a Tunalmába. Mindig azt úgy néztem. Lehet, nem, hogy azért csinált Csontváriról a filmet később. Hát nem hiszem, de mindegy. Csinált egyébként Lómészárszékről, az valószínűbb. Hogy na mindegy, lényeg az, hogy jön a Rózsa, és azt mondja, hogy olvasd ezt a cédulákot, ebből csináljunk egy filmet. És akkor én a nagy szakember, már két hónapja voltam filmdramaturg, mondom neki, hát ebből nem lehet, tehát ez egy annyira irodalmi ötlet, hogy lehet, hát ebből nem lehet, ne viccelni. Mondta, hát ha nem lehet, nem lehet. Év vége lett, és Marx, nem a Karl, kihirdette, hogy akkoriban 20 millióba került egy magyar film. Ugye most van 500 milliónál már a szegényebb filmek. És akkor azt mondta, hogy hát gyerekek, maradt 10 millió forintunk, tehát egy fél. Most két lehetőség van, vagy valaki csinál egy dokumentumfilmet, ez ott szokott lenni. Kósa öcsi csinálta a Vége láthatatlan dokumentumfilmet, egyfelől a Balcóról, másfelől a Béres doktorról. Vagy valamelyikőtök vállalja, hogy egy olyan film készül, amelyik csak egy helyszínen játszódhat, és onnan ki se lehet lépni, meg különben nem elég. Kinek van ehhez kedve? És akkor én jelentkeztem. És akkor ez lett a családi ház, ahol ott laknak. Igen, és mondtam, egy óbudai családi házban él egy család. Mert korábban kérdezted ezt, hogy a család miért. Én ilyen szociálpszichológikus érdeklődésű vagyok. Az érdekel, hogy hogy viselkedik az ember csoportban. Ugye a legkisebb csoport az, mikor ketten vannak, barátság, szerelem, házasság, ilyesmi. Akkor egyel nagyobb csoport a család, papa, mama, mit tudom én. Még egyel nagyobb csoport a nemzetség, lásd Apák könyve. Vagy akár egy osztály. Vagy szóval így. Na, zárójel bezárva. A szitakötő közössége, igen. Hát a szitakötő az a nemzedékem regénye akart lenni. Egyébként érdekes, hogy 2026-ban játszódik az utolsó fejezet, és akkor az valami nagyon messzi távolnak tűnt, de most mindjárt itt van, úgyhogy majd akkor kiadjuk újra. Ezt a zárójelet is bezárom, és nézett rám a Mark, de ki lesz a rendező? És a Rózsa jelentkezett, hogy majd ő. És akkor elvonultunk, volt ott egy kávéházban. Ott volt ez a filmstúdió, ahol ma van a TV2 Szégyenreál. Róna utca. Hát, akkor Lubumba. Nekem az nem esik jól, hogy ők ott vannak, de nem kérdeznek. És akkor elvonultunk ott a kávéházba, és azt mondja a Rózsa, mi lenne, hogyha ez a család úgy élne ott abban a házban, papa, mint a cédulák családja, de hát már nem ez a konyhakredenc, ez lejátszott, hanem legyen a konyhában egy ilyen tábla, és ott üzengetnek egymásnak. Mondtam, ez jó, ezt jól kitaláltad. És írtam egy filmet erről, még azt az ötletet tettem bele, hogy van egy kisfiú, aki nem jár iskolába egyszerűen, és egy szekrénybe befészkelte magát, és periszkóprendszert alakított, az egész házat szemmel tartja, kész. És akkor ebből lett a Csókanyú, nagyon nagy sikere volt, tehát világfesztiválok, de nagyon jellemző, hogy a Budapest Filmfesztivált megnyerte ez a film. És akkor ugye levetítették, már tudtuk, hogy megnyerte, tehát akkor már másodszor vetítették, mint díjnyertes. És kimentünk a színpadra mindannyian. A filmgyárban az volt a szokás, hogy az író van elől. Az azért van, mert akkor a legkisebb a taps. Tehát a kék végére bemelegszenek. De ez engem nem zavart. Beálltam előre, mondták Vámos Miklós, és akkor jöttek. Az egy nagyon édes színészcsapat volt, főleg a Koltai Robi, azt imádtam, Udvaros Dorottya, stb. És akkor már úgy mind álltunk és tapsoltak, és én álltam, mert ugye onnan jöttünk, én álltam ott. És egyszer csak ezt hallom a taps alatt, hogy sz. Így oldalt néztem, és ott volt az asszisztens ebből a filmből. Első asszisztens, maga is rendező lett később, olyan középszerű, vagy középszar, mindegy. És így csinált. Erre kiléptem. Mi van? Ja, nem tévedés. Ez bele a tapsba. Nem, hát azt nem hallotta a közönség, mert én simán nem úgy, kiléptem. Csak hogy ez volt a és ott belépés. Álltam, és akkor már nem is mentem vissza.
Ennyit az írók megbecsüléséről a filmgyártásban. Vagy annyit, igen, hogy egyszer Fábri Zoltán, akit én nagyon nagyra becsültem, volt egy kollega, akinek Koportos című kisregényéből rendezett egy filmet. És én éppen ott voltam abban a stúdióban, amikor a plakát megbeszélés, és azt mondta a Fábri, gyerekek, azért a Balázs Jóska nevét, mint írót, valahova rá kell tenni a plakátra. Lehet nagyon kicsivel, de rá kell tenni, mondta. Na, ezért nem írok magamtól filmet soha. Van-e olyan... Nagyon kedvesen. Van-e olyan, hogy magyar Parnasszus, tehát hogy ilyen a kortárs írók legjei, és az mondjuk egy ilyen külön kasztot képvisel, és ha van, akkor te hova helyezed magad ma a magyar írók? Igen. Hát ugye a Parnasszus az elvileg a költőké. Hát igen, tehát de... én nem kvalifikálok oda. De mondjuk értem, hogy mit kérdezel. Kánonnak hívják ezt, ez ilyen idegen szó. Káromkodásszerű idegen szó ez a kánon. És erről mindig viták vannak. Én sehova nem helyezem magam. Úgy vagyok ezzel, hogy helyezzen, aki akar. De amit mondtál, hogy én az egyik legsikeresebb magyar író vagyok, az egy tény. Beszélhetek mellé, de nem szoktam. Tehát én tudom jól, hogy a bölcsészkarok táján nem becsülnek annyira, aminek az az oka, hogy rólam nem lehet olyan szakdolgozatot írni, amiben latin és görög szavak kellenek. Mert de ha kimegy valaki a könyvhétre, akkor látja, hogy nálad a sorozat. Jó, de az most ez mindegy. Érted? Hát végülis az a lényeg, nem? Ez nagyon bonyolult kérdés, hogy mi a lényeg. Az Ulisses minden idők leghíresebb regénye. És amikor kiadták 1000 példányba, abból 500 a kiadó nő, akit történetesen Beach-nek hívtak, de ez mindegy, nyakán maradt. De attól az még... Tehát, és mit tudom, hogy García Márquez-t 100 000-esével vették Magyarországon régebben. De nem ettől jó, hanem az csak úgy jó. És ezzel szemben tudok olyan írókat mondani, akik szintén 100 000-esével vettek, és mégis rossz. Tehát valahogy ez nem bizonyít, tehát a siker nem bizonyít semmit. Egy ítész van itten, ez a jövő. Tehát ha meghalsz, akkor két eset van. A halálod örömére kiadják egy csomó könyvedet, mert az örökösöddel már van könnyebb megalkudni. Nálam nem ez van, mert én hosszú távú szerződéseket kötök a kiadókkal, de mindegy. Látszik, tehát, hogy jogász. Igen. Tehát van, igen, tehát van egy ilyen dolog, hogy meghalsz, akkor van egy ilyen kis kicucorodás, és aztán két irányba vezet az út. Az általad említett Szita kötőbe ezt bele is írtam, de önöknek szívesen elmondom. Én úgy képzelem a magyar írótársadalmat, zenésztársadalmat, színésztársadalmat, festőtársadalmat, hogy van egy ilyen háló, mint amivel gyerekkoromban a csalit fogtuk a Balatonban. Ilyen. És az egy kicsit így reng, és ott vagyunk rajta mi írók. És ahogy az ott lengedezik, mi egy kicsit úgy fölfölröpülünk, aztán visszaesünk. És van olyan író, aki olyan pehjes, hogy ahogy visszaesik, a háló egyik résén leesik, de nem lesz semmi baj, mert ott is van egy háló. És ott is írók vannak, egyen lejjebb vannak, de azok ottan reménykednek, hogy majd egyszer fölszökelnek. És tényleg onnan is följebb lehet szökelni. És az én eredeti hálom fölött is van egy háló. Tehát ilyen ez. Na most nézd meg, hogy az én legnagyobb bálványaimból Déri Tibor. Megint zizegek. Déri Tibor? Déri Tibor. Hova lett? Hol van? Ki olvassa? Költők közül volt egy Ladányi Mihály nevű. Imádtam. Hova lett? Tehát ők leestek, és nem is egy hálót. A Ladányi 3-at, a Déri talán 2-t. És ez így megy. Tudod? Tehát ez akkor fog kiderülni. Esküszöm, hogy semmit se csináltam. Nem. Tanúsítom. De most ugye egy másik mikrofon van nálam. Igen. Vannak az életnek ilyen titkai, amik nem fognak megoldódni. Úgy fogunk hazamenni, hogy ezt nem tudjuk. Na, szóval a háló. Ez majd egyszer csak kiderül halálom után 10, 20, 30, 40, 50 évvel is. Például itt van Örkény István, akit ez a nemzedék, akiről beszéltem, nem sokra becsült. Egészen addig még megírta a darabjait, meg az egyperces novellákat. És ő fennmaradt. Kérdezem én miért?
Nem fura neked elsétálni mondjuk a Szent István körúton egy Örkény István könyvesbolt előtt, hát, akit ismertél, és mondjuk, egy könyvesbolt lettél, Pista. Hát miért és a Gál István könyvesbolt előtt? Igen. Szóval bonyolult dolgok ezek. Igen. Az a baj, hogy én mindenkit ismertem, tehát mint a orosz viccbeli kurva, aki még ismerte Lenint. Tehát, de tényleg. Na most, az Örkény megmaradt, és én azt mondtam, hogy Krupszkájáról. Azért, tehát nem lehet pontosan tudni ezt, de nekem van tippem. Azok az írók maradnak fönn, akik nagyon erősek a jellemábrázolásban. Tehát ha visszaemlékszel a könyvükre, akkor látod azt a figurát, mert itt maradt. Egy, kettő, akik az adott korszakban a jelen valóságról írtak. Van kivétel, tehát ugye a háború és béke az a Tolsztoj élete előtt játszódó esemény, de az valahogy mégis. De például az Anna Karenina az annyira akkor játszódott, hogy jöttek a muzsikok és mondták, hogy Tolsztoj úr drága, baleset volt a vasútállomáson. Erre befogadott és odahajtatott. Meg akarta nézni, és aztán megírta az Anna Kareninát. Vagy Móri Zsigmondnak, mikor meghalt az egyik felesége, N kezével vetett véget életének, és akkor Leányfalusi házban föl volt ravatolozva, és jöttek az íróbarátok, hol a Zsiga? Mondták, fönt van az asszonynál, mit csinál? Jegyzetel. Egyébként amikor Adi meghalt, akkor is azt csinálta Móricz, ő volt talán az első volt, aki Adi hazodaért, és elkezdett írni. Hát ő egész életét végigjegyzetelte, de ez mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy például a Móricz azért fog mindig fennmaradni, mert az Árvácskába azt a kislányt úgy rajzolta le, hogy ha arra gondolok, akkor látom, hogy fut felém mezitláb esetleg. A Cinkóci Zsuzsa. Hát nem, mert én láttam a filmet, nagyon jó film, de nekem van egy saját Árvácskám, előbb olvastam, mint sem azt a filmet láttam. És az Örkény azért maradt fönn, mert nagyon jól ábrázolt embert, nagyon, és volt humora. A humor az jót tesz. És én azért reménykedem, mert szerintem még a legzordabb könyveimben is mindig, ha talán nem is humor, de irónia vagy derű, az ott van. Hát valami zanyarság mindig van igen. Benne. Igen. És azon kívül, nem illik, hogy én mondjam, de én elég jól ábrázolok embert, és ez célom is. Látod, szerintük is. Milyen emlékeket őrzöl a televíziózásból? Azért nyilván segített a te írói pályádon. Hogy segített és ártott. Tehát mit ártott? Mert az, hogy mit segített, azt hiszem mindannyian értjük, de hogy mit ártott? Azt se értitek mindannyian. Arra. Nem? Akkor hadd kérdezzem meg. Mit ártott? Nézd meg, hogy a televíziós használt? Kollégák. Uh-huh. Majdnem mindenki megpróbált a könyvpiacon pénzt keresni. És csak keveseknek sikerült. Vagy egy könyvvel. Ugye egy könyvet megvesznek, pláne ha valaki visszavonul onnan, de kettőt, hármat én azóta írtam, 20-at. Érted? Egyszer kell elrontani a renomédet, és vége az egésznek. Na most ez azért annyi haszna biztos volt, hogy ismert lett de csak a nevem meg a személyem, a könyveim nem annyira. De aztán valahogy úgy alakult, hogy sikerült néhány jót írni, megvették a nevem miatt, és aztán már ez már elmúlt, hát én 20 éve nem foglalkozom televíziózással. Sajnos azonban bizonyos televíziók szenesre ismétlik a régi műsoraimat, ezért sokan azt hiszik, hogy ma is. Még egy rész a YouTube-on is még időnként fellelehető. Hát ezt nem tudom, de az olyan vicces, hogy egyszer szembe jött a Szent István Parkban egy idős házaspár, bácsi bottal, néni a bácsit használta botnak, és akkor azt mondja a bácsi, na hát művész úr, tegnap láttuk a televízióban. Nagyon jól szórakoztunk, de tudja maga, hogy maga mennyivel jobban néz ki ott a televízióban? Mondom nekik, hát igen, tudom. És mit gondol, mikor csináltam azt a műsort? Történetesen tudtam, hogy egy lehetetlent nézett, meg is mondta, hogy melyiket. Az ugye az elején volt. Azt mondja, hát a múlt hónapban. Mondom, erre átkapaszkodjék. Az volt 1996-ban. Azt mondja, az ki van zárva. Na, de ezt csak úgy közbeszúrtam. A televíziózás egyrészt azért ártott, mert azért a televízió az nem tartozik a világ hét csodái közé, tehát az egy kommersz dolog. Én mindig annak is tekintettem, tehát én azt ilyen kiegészítő sportnak tekintettem, azt sem magamtól felkértek. De én, ha felkérnek, és úgy érzem, hogy tudok belőle profitálni, akkor intézem.
Tehát ez a komerciális levegő, ami ugye a nevem köré tapadt, ez egyrészt árt. A másik, hogy én egy szemlélődő vagyok. Az a foglalkozásom. Mondjuk inkább így, hogy bámészkodó. Ugye nagyon híres francia képzőművész megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, és azt mondta, hogy én egy lélegzőművész vagyok. Ez is jó. Én egy bámészkodó művész vagyok. Tehát én azt szeretem, gyűlök a kávéházba így, nézem, mit csinál, hallgatózom, állandóan hallgatózom, mert hát nagyon érdekeseket beszélnek, és akkor ezt megjegyzem. És ez most már nem így megy. Tehát ha beülök a kávéházba, és hogy oda nézek, visszanéznek, és akkor vége az egésznek. Zavartan elfordulok. Nem adnak neked tehát, témát. Hát gyakorlatilag a bámészkodás lehetősége minimumra csökkent, mert nem én bámészkodom, hanem én vagyok a bámészkodás tárgya. Én erre nem törekedtem, nem is gondoltam rá, annyira nem, hogy amikor elkezdődött a lehetetlen, és azt vasárnap adták 4:11-kor. A tévések közt az a szólásmondás járta, hogy az ország 9-kor egyetlen kattanás, mert még nem volt ez a remote, oda kellett menni, és vagy így. De ezt valamiért mégis nézték, csak én azt hittem, hogy ez egy értelmiségi réteg műsor. És akkor ültünk a Duna Park kávéházban néhány munkatársal, akkor mondom a velem szemben ülő Szegvári Katinak, te Kati, leettem magam, vagy mi van? Szóval miért gondolod? Ott az úgy bámul. Azt mondja, te hülye, te híres vagy. Én? Szóval utoljára értesültem erről a fejleményről. Tehát ha őszintén, ha tudom, hogy ez lesz belőle, nem biztos, hogy belevágok. Nekem a hírnév nem szükséges. De ha már említetted, akkor muszáj megkérdezem a Duna Park kávéházat. No. Ugye mégiscsak egy könyvet írtál arról. Hogy ez hát a, mondjuk arról a házról. Arról a házról, igen, egészen pontosan. És oda máshogy megy az ember, amikor így beül a Szegvári Katival, attól, hogy egy könyve témája volt? Hát ugye akkor még nem volt. Egy nagyon fontos, az egyik legfontosabb könyvet szerintem. Szerintem is, ugye akkor mondjuk el Dunapest a címe. De megjegyezném, hogy akkor még nem volt ez a regény, tehát szabadon mehettünk, ezek ugye 90-es évek. És most, hogy van ez a regény, ez nagyon érdekes, hogy annak van egy üzletvezetője, aki elvileg nagyon szeret engem, de ehhez képest, ha bemegyek, folyton bizalmaskodik. Tehát ugye én nem szeretem, ha idegenek hozzám jönnek, és ezt csinálja. Remélem, te se szereted. Nem. És akkor én ülök ott, vagy oldalba, vagy... Igen. És folyton oda jön, Szeva. Ülök mondjuk egy író kölcsön, hát most mondja meg, ott jött az a biciklista, és én úgy érzem, hogy neked nem az a dolgod, menjél innen. De nem lehet ezt mondani, hogy takarodj. De mindegy, azért én járok oda, mert úgy éppen talán a regény miatt szeretem. És egy csodás ház egyébként is. Én sokáig laktam is ott egyébként. És egy lakással most is rendelkezem, ami sokáig a dolgozó helyem volt. De most már máshol lakom, úgyhogy nem. Milyen apa vagy? Hát nézd, ugye három gyerekem van, tehát a jelenlegi miniszterelnök összes elvárását teljesítettem. Mind a gyerekek, mind a szobák, mind a kerekek tekintetében. De hát ezt tőlük kell megkérdezni, de az én képem az, hogy én egy megengedő, meleg apa vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a fegyelmezés terén rengeteg kívánnivaló van. De abban nem vagyok ügyes. Tehát egyébként is én úgy élek, ha valaki kér valamit, akkor inkább azt mondom, hogy igen. Például te fölhívtál, hogy jöjjek ide, vagy írtál, látod, és itt vagyok. Így, igen. Az Lázár Ervin, aki egy iszonyúan édes ember volt, és én nagyon szerettem, az a régi időkben a lakásában, Logodi, nem, most nem jut eszembe az utcaneve, ott a Calvin térnél, volt egy ilyen régi módi telefonasztalka, nem tudom, erre ki emlékszik. Voltak ilyen koloniás stílusú asztalkák, hogy így ferdén állhatott ez a tárcsás telefon. Na, egy olyan állt a telefonja, és fölötte a falon egy kis keretben a következő volt kinyomtatva, akkor már volt számítógép, mondd, hogy nem. Legeslegjobb tanács. Én az az én képem, hogy nagyon-nagyon sokszor mondom, hogy nem, főleg ilyen meghívásokra. Ma neki láttam, és felkérések özöne érkezett, ugye jön a könyvét,
és 9 nemig jutottam. De ki tudja, mi lesz, egyszer csak elgyengülök. Tudod? Nem lehet mindig nemet mondani. Igen, igen. És akkor egyszer csak valahol ülök az autómba, és megyek valami távoli helyre, és egész után azt mondom, miért mondtad, hogy igen, normális vagy? Miért jössz ide? Mikor már ott vagyok, jól érzem magam, mert ott vannak emberek, olvasták a munkáimat, figyelnek. Amikor a 60. születésnapodon a Népszabadság csinált veled egy interjút, akkor azt mondtad, hogy remélem még van 10 jó évem a magyar irodalomban. Most már azon a 10-en is túl vagy. Remélem akkor... még van 20 jó évem. Na, ezt akartam hallani egészen pontosan, hogy tehát ilyen fékezhetetlen agyvelővel, aminek van. Igen. Tehát nyilván tele ötlettel, most éppen karcsú könyvek, átszerkesztett könyvek. Ez így van. Ugye a karcsú könyvek az egy új sorozat, ami arról szól, hogy ugye a korábbi írások kicsit átalakítva, átszerkesztve. Hát vannak abban újak is. Igen. Most idén lesz a negyedik, és a 4-ből 2 új. Egy már megjelent, az 57 lépés, de én tudom, hogy évvége fele lesz egy másik. Ennek az a címe, kicsit bajós címe van, Teendők halálom után. De nem az én halálomról van szó, hanem szereplő. Na hát akkor legyen az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon hálás vagyok neked, önöknek is, hogy eljöttek erre a mai beszélgetésre. Június 26-án Parti Nagy Lajos lesz a vendégem ugyanitt. Remélem akkor is lesz egymáshoz szerencsénk, és hölgyeim és uraim, Vámos Miklós. Köszönöm szépen!